A városnapi rendezvények sorában fontos szerepet töltenek be a sportesemények, amelyek az idén is több kategóriában, több helyszínen zajlottak. Volt például villámsakverseny, labdarúgó torna, tenisz, csocsó és biliárdverseny. Vasárnap délelőtt a városnapi sportgálán osztották ki az év sportolóinak járó elismeréseket 4 kategóriában. Itt közel 500 gyerek mutatkozik most be. Ennek kapcsán arról tudok beszélni, hogy én több ciklus óta rálátok a város sportterületére, és szerintem minden nagy képűség nélkül jogosan lehetünk erre büszkék, mert éveken köröztül a megye legjobb labdarúgó csapata volt a Makói. Hosszú-hosszú éveken köröztül. Kézilabdában ugyanerről tudok beszámolni. Háttér együttese vagyunk a nagy hírű szegedi Béknek. Tehát a lányok is mondogatják a számukat. A SAK országos nemzeti bajnokság élvonalában van. És hát sorolhatnám tovább a búdósok között. Rengeteg fiatal tehetség, nem olimpiai számban, de Európa meg világbajnokságon nagyon sikeresen szerepelnek. Én úgy gondolom, hogy ez azoknak a fiataloknak a számára, akik valamiben tehetségesek, kimagasot tudnak alkotni a sportterén, megadja azt a lehetőséget, hogy ez a tehetség, aki képességük kibontakozzon, és hát el tudjanak indulni a pályájukon. Ez nagyon fontos dolog, mert ennek eredményeként ők nem csak mögélik a sikert, ami életünk nagyon fontos része, hanem hát emellett lehet, hogy élethivatást is tudnak választani. Másik oldalról persze, hogy a tömegnek ez a dolog nem erről szól, a tömegnek ez a különböző ilyen hát civil szervezetek mozgásáról szól, egészséges életmódról szól, tömegsportról szól. Gratulálok a sikereseknek, gratulálok azoknak, akik az életük során eszközként használják ezt a dolgot ahhoz, hogy ezt teszik így és kerekebb, teljesebb emberré válnak, és megköszönöm a tornatanároknak, edzőknek, sportvezetőknek azt a munkáját, aminek köszönhetően ez az egész összeáll éveken keresztül a város életébe. Egy-egy városnak alkalmával, seregszemleként pedig itt ebben a mai műsorban. Köszönöm szépen! Az év sportolója Makó Evelin lett, ő nem először kapta meg ezt az elismerést. Az álma, hogy a kickbox olimpiai sportág legyen, és ő is kijuthasson az olimpiára. Nagyon örültem először is, hogy megkaptam ezt a díjat. Hát light contactban voltam világbajnokságon második, illetve kicklighton harmadik. Gondolom ez alapján is kaptam ezt a díjat, illetve magyar bajnokságon első hely. Világkupán lett 2 első helyem, illetve 2 harmadik. Sajnos nem sikerült, mert volt sérülésem, de reméljük idén, hogy jobban fogok szerepelni. Jövő héten lesz egyébként ez a világkupa. És hát készülök rá, szóval reméljük, hogy ügyes leszek. Az év csapata az ASS Makói SVS-e MB1-es SAK csapata lett. Nagyon jó érzés volt átvenni egy olyan díjat, amit végül is már magunknak köszönhetünk, hiszen mi munkánk van benne, hogy a csapatot felépítettük, kialakítottuk, és úgy néz ki, hogy most már tényleg kezd egy igazi csapattá összeérni, ezt mutatják az eredmények. Az egy dolog, hogy az MB1-es csapatunk elérte a negyedik helyet, és tulajdonképpen úgy, hogy harmadik helyre is esélyesek voltunk, ami önmagában véve a háttértámogatást tekintve nagyszerű eredmény. Viszont amit kiemelnék külön az, hogy a kettes csapatunk ugye MB1B-be jutott, tehát az MB2-ből MB1B-s csapata avanzsált, ami szerintem az igazi előrelépés az idei évet tekintve. Az év edzőjének Baunok Bernadettet az MNKSE edzőjét választották. Nagyon meglepődtem, és egyben nagyon örültem a díjnak. Úgy gondolom, hogy igazándiból a csapat érdeme, vagyis csapataim érdeme, mert a felnőtt és a junior csapatom is már már harmadik éve vagyok velük, a felnőttel harmadik éve, mert a junior csapattal a második éve, és azért úgy gondolom minden évre egyre jobban szerepeltünk, és hát nem én lövöm a gólokat, nem én védekezem, úgyhogy az ő érdemük igazándiból, én úgy gondolom, és meg is köszöntem nekik már, hogy megtiszteltetés számomra. Az év ifjúsági sportolójaként Fodor Tamás fiatal boxolót díjazták. Nagyon örültem ennek a díjnak, azért kaptam, mert boxban országos második helyet is lettem. Okay. Jó érzés volt, anyukám még is örültek, és a polcomra került fel a többi mellé.